Köszöntöm a kedves nézőket, itt vagyunk a Fidesz eredményvárójában. Beszélgető partnerem, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Megvannak, miniszter úr, az eredmények a karcagi 2. számú egyéni választókerület időközi önkormányzati választásához kapcsolódóan. Mit szól az eredményhez, mit tükröznek, mit mutatnak a számok? Dr. Kanásztagy László az új képviselő az önkormányzatban, Fidesz-KDNP színekben indult, egy köztiszteletben álló komoly orvosember, és én szeretném megköszönni a választóknak azt, hogy elsöprő arányban meggyőző többséggel támogatták, hiszen 395 körüli szavazatot kapott, a pontos végleges eredmény még nem áll rendelkezésre, és ehhez képest mintegy 250-et a legerősebb ellenfele egy jobbikos induló. Ez egy rendkívül meggyőző fölény és egy olyan bizalom, amiért meg kell dolgozni, ki is kell érdemelni természetesen, de napról napra meg kell érte küzdeni, hiszen sok-sok feladat vár egy önkormányzati képviselőre. Jó néhány tanulsága van a mostani választásnak. Az egyik az, hogy én büszkén mondom, ez Karcag fideszes város, büszke város, és ezt a várat a Jobbik nem tudta elfoglalni, megvédtük, és a Jobbikot legyőztük. Hiába hoztak ide az ország legkülönbözőbb részéről agitátorokat, akik zaklatták az embereket, akik megpróbálták elcipelni a szavazókat, meggyőzni őket arról, hogy máshogy döntsenek. A karcagiaknak a helyén volt a szívük, világosan, tiszta fejjel úgy döntöttek, hogy továbbra is a Fidesz támogatják. Úgy, hogy az elmúlt évtizedekben ezt már mindenki láthatta. A másik az, hogy mi is elvégeztük a munkát, ami ránk hárul, ami a feladat volt, hogy az embereket meg kell győznünk, tájékoztatnunk kell őket, meg kell velük ismertetni azt, hogy a jelölt miképpen látja a világ dolgait, illetve az ő dolgaikat. És én úgy látom, hogy itt a városnak a felfogása, a karcagi kun emberek felfogása, az továbbra is olyan, hogy mérvadó. A számunkra is kötelező, mi is a város fejlesztéséért tiszta kézzel, becsületesen szeretnénk dolgozni a jövőben is. A harmadik az, hogy az emberek nem ültek fel a mindenféle rágalmaknak, támadásoknak, gyakran nemtelen írásoknak, amiket egy kiemelkedő nemzeti értékünket képviselő jelképpel a turulra visszaélve próbálkoznak, folytatnak itt jó néhányunk ellen, akik a város közéletében dolgozunk. Én biztos vagyok abban, hogy a elkövetkező időszakban tisztább lesz a kép, helyükre kerülnek a dolgok, és azt a munkát, amit elkezdtünk, azt tudjuk folytatni, most már dr. Kanásztagy Lászlóval kiegészülve. Mit kíván az új képviselőnek, az új megválasztott képviselőnek? Én azt kívánom, hogy azt a felfogást, azt a derűs személyiséget, amelyel hát azt hiszem, hogy mindenki tisztában ismerjük főorvosát, azt őrizze meg. Ő odafigyel az emberek ügyes-bajos dolgaira, az egészségükre, a közélet iránt is érdeklődik, eljár különböző rendezvényekre, programokra, részt vesz a város kulturális életében, hogy erre legyen mindig ideje a megnőtt feladatai mellett is, és minél több emberrel, minél több választópolgárral tudjon beszélni, képviselve őket, eljárva az érdekükben. Köszönöm az interjút. Köszönöm. Dr. Kanász Nagy László kardiológus főorvos megnyerte a 2. számú egyéni választókerület időközi önkormányzati képviselő választását. Először is szívből gratulálunk az elért eredményhez. Főorvos úr, leülepettek-e már a dolgok, megvannak az eredmények, egy pár perc eltelt azóta, mióta megtudtuk az eredményeket, mit szól hozzá, mit érez most? Hát nagy örömöt érzek, és hát rengeteg gratulációt kaptam természetesen itt a körünkből. Hát akik ugye nem tudnak gratulálni, azok a választópolgárok, akik a többségben nekem adták a szavazatukat, illetve hát a Fidesz-KDNP szövetségnek. Emiatt nagyon nagy köszönet a 2. számú választókerület szavazóinak, és hát ígérem, hogy rajta leszek azon, hogy a város vezetése az különösen figyeljen oda erre a, hát most ebben a nehéz politikai helyzetben is mellettünk kiálló választókerületre. Most indult először önkormányzati képviselő választáson. Nem sűrűn fordul az elő, hogy valaki már az első választását megnyerje. Milyen érzés, meséljen egy picit erről nekünk. Hát kicsit szokatlan érzés, ugye? Hát sok mindent nyert már az ember életében, de politikusként még nem debütáltam, ugye ez az első ilyen alkalom. Igazából egy ambivalens érzés, hogy mi vár rám és mi áll előttem. Hát ezt még a
jövő elhozza, de mindenképpen egy nagyszerű érzés, hogy emberek százai úgy döntöttek, hogy engem szeretnének a képviselőjüknek. Hogyan fog dolgozni? Mi a fő irányvonala, hogyha így átgondolta, gondolom már, hogy hogyan is kezdi majd meg a munkáját? Hogyan szeretné képviselni az embereket? Hát mindenképpen már a kampány ideje alatt is volt egy úgymond állapotfelmérés, tehát sok a választókerület problémáját hát megismerő találkozásom volt az emberekkel. Nagyjából ki is alakult az a hát problémakör, amiben lehet dolgozni, és amiben azt hiszem, hogy sokat lehetne tenni a választókerület polgárainak, és ebben a programomban is megjelentek ezek a pontok, amikben remélem, hogy előre tudunk jutni, és az elkövetkező 4,5 évben ezzel a programsorral ezzel sikerül előre jutnom is az emberek életén javítani, életkörülményeim. Hogyan telt a mai napja? Így az interjú végén árulj el nekünk, hogy mivel töltötte a mai napját. Izgult, ideges volt, tudott-e aludni? El tudtam aludni, és nem is különösen izgultam. Azt hiszem, majd a második választáson lesz az, hogy az ember inkább izgul. Itt én úgy éreztem, hogy ez a megméretés, ez inkább a párt politikai megméretés, és személyem irányába nem izgultam. Tehát én nem, nyilván, ha az emberek úgy látják, hogy engem akarnak választani, akkor megválasztanak, hanem nem. Ezen nem különösebben problémáztam eddig. Nyilván egy politikai munka második körében, mondjuk egy 5 év múlva eljövő választásnál már inkább számít az, hogy a elvégzett munka alapján mit szavaznak, mit döntenek az emberek. Én azt hiszem, akkor nagyobb az izgalom. Hát a délelőttöt azt gyakorlatilag a stábbal töltöttük, és megbeszéltük a teendőket, és hát napközben jártam a választókerület utcáin, a szavazóköröket meglátogattam természetesen csak kívülről is, és hát a délután inkább a várakozásé volt, hogy vajon milyen a részvétel, hogy sikerül az embereket mozgósítani, de azt hiszem jó eredmény sikeredett. Mit érzett, amikor megtudta a számokat? Hát a belső választókörben nagyon jó, nagyon nagy fölényű győzelmünk volt, tehát ott több mint kétszeres volt a Jobbik szavazataihoz képest a Fidesz-KDNP-s szavazók aránya. A 4-es választókerületben ott viszont elég szoros eredmény született, jelezve azt, hogy azért van teendő részben a választókerület problémáinak a megoldásával kapcsolatban, részben hát a nagy politikával is komoly teendők vannak ahhoz, hogy jobb Fidesz támogatottságot lehessen elérni. Én nagyon köszönöm a ránk szavazóknak ezt a szép eredményt. Ugyanakkor köszönöm a ellenünk szavazóknak is azt, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy problémák vannak, és ebben munkálkodni kell, hogy közeljövőben vagy később a Fidesz-KDNP megőrizze vezető szerepét. Köszönöm az interjút, és sikeres munkát kívánunk! Köszönöm szépen én is! Polgármester úr, új képviselővel bővült a karcagi képviselőtestület. Mit szól a választás az időközi önkormányzati választás eredményéhez? Mit tükröznek a számok? Mit bizonyítanak? Köszöntöm a televízió nézőket. Hát nagyon-nagyon örülünk, mert egy kiváló szakember került a testületbe. Én úgy gondolom, hogy a szavazás végeredménye azt mutatja, hogy a józan többség az megint nagyon bölcsen döntött, és egy kiváló közmegbecsülésnek örvendő szakembert küldött a testületbe. A karcagiak így gondolják, és szerintem nagyon-nagyon jól gondolják, és ezután is szeretnék természetesen dr. Kanász Nagy László képviselő úrnak gratulálni, és jó munkát kívánni a elkövetkezendő évek feladataihoz. Lesz bőven, természetesen, és
úgy gondolom, hogy olyan ember, olyan szakember, aki ennek bőven meg tud felelni. Tehát akkor összegezve, nagyon örülök ennek a magasan megnyert választásnak. Véleményem az volt már a kiinduló pontkor is, hogy igazándiból nem lehet esélyeit senki másnak rajta kívül. Nyilván egy választás az mindig sok-sok bizonytalansággal van teletűzdelve, lehetnek buktatók, lehetnek olyan propagandák, olyan pletykák, ami elbizonytalanítatja az embereket. Hála jó Istennek ez nem történt meg, így aztán hoztuk azt a választópolgárok bölcs döntése segítségével, amit várhatunk egy ilyen jellegű településen. Színesedik most a városvezetés? Hát mindenképpen igen, nyilvánvalóan minden új tag egy új kihívás a egy-egy testületi ülés levezetésekor is, hiszen meg kell, bár én nagyon-nagyon jól ismerem és jó barátságban vagyok főorvos úrral, de azért bizonyos szituációkban meg kell szokni, hogy ki hogy reagál bizonyos dolgokra, az idő ezt meg fogja oldani. Köszönöm az interjút. Én köszönöm a lehetőséget. Kovács Sándorral beszélgettek, a Jászlóközszolnok megyei közgyűlés elnökével, aki megválasztott képviselője volt a kettes számú egyéni választókerületnek Karcagon, azonban összeférhetetlenség miatt erről a posztjáról, tisztségéről le kellett mondania. Most megtörtént az időközi önkormányzati választás, megvannak az eredmények, mit szól a számokhoz, mit tükröz az eredmény? Ez a mai nap egy kicsit különleges, hiszen az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen ennek a körzetnek önkormányzati képviselője lehettem, a városnak egyik legszebb része, de örülök annak, és ezért nevet a másik szemem, hogy találtunk egy olyan önkormányzati képviselőt, akire azt gondolták az itt élők is, hogy nyugodtan rábízhatják a körzetet, aki méltóképpen fogja őket képviselni, és büszkék lehetünk rá, mint Karcag önkormányzati képviselőre, mint ennek a körzet képviselőjére is. Én tehát örülök annak, hogy olyan utódom lett ebbe a körzetbe, aki munkájával, eddigi életével, hozzáállásával, habitusával méltóképpen fogja képviselni ezt a körzetet. Az eredmény, én azt hiszem, hogy nagy arányú lett az ő győzelme, de nem lebecsülve senkit. Én azt gondolom, a jelöltek közül ő messze kiemelkedett. És nem csak a jelölt személyére is, hiszen nagyon sokan szavaztak a jelölt személyére, de szavaztak arra az elmúlt 25 éves kitartó munkára, ami Karcag fejlődésében, Karcag eredményeiben megmutatkozik. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évre is szavaztak, és arra a jövőre, amit Kanász Nagy László, dr. Kanász Nagy László tud biztosítani ennek a választókörzetnek, hiszen emberileg, szakmailag egy kitűnő embert választott ez a kettes számú választókörzet Karcagon. Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával azt mondta, hogy akit majd a Fidesz-KDNP fog indítani ön helyett ebben a körzetben, akkor majd jó tanácsokkal látja el, terveznek a jövőben esetleg értekezletet, érdekegyeztetést, tesz-e majd javaslatokat neki, hiszen ugye azt is nyilatkozta ön, hogy megyei elnökként továbbra is rajta tartja úgymond a város sorsának alakulásán a szemét. Hát én karcagi vagyok, én itt élek, én ha akarnám, se tudnám kihúzni magam a Karcag életéből, a karcagiak munkájából. Én Kanász Nagy Lászlóval úgy beszéltem meg, hogy én a csapatának a tagja vagyok. Már nem úgy, mint önkormányzati képviselő, hanem úgy, mint karcagi lakos, aki mint itteni lakos segíti az ő munkáját, és mint megyei közgyűlési elnök természetesen lobbizik Karcag fejlődésért, és minden lehetőséget, amit tudunk hozni Karcagnak, amilyen lehetőségeket be tudunk gyűjteni, az pedig az én feladatom, hogy hozzam a megyétől. Tehát, mint karcagi lakos, én a Kanász Nagy László csapatában vagyok benne. Mit kíván az utódjának? Hát sok munkát, sok sikert, hogy annál sokkal jobban tudja fejleszteni ezt a városrészt, mint ahogy akár nekünk sikerült, úgy tudja fejleszteni, hogy az itt lakók szeretnék, és ahogy mindannyian szeretnénk. Köszönöm az interjút. Én is köszönöm a lehetőséget.